Pécsről New Yorkba, majd Floridába ezzel a kisgéppel. Erre vállalkozott a Baranyai megyeszékhelyen működő repülőgyár a saját gyártású közlekedési eszközével. A maga nemében ez az első ilyen kihívást tudtuk meg az igazgatótól. Magyar fejlesztésű magyar termékkel abszolút első, ezzel a motorral, a UAPV-nek a motorjával szintén az első, úgyhogy ilyen számomra sok első van, hiszen magyar pilóta már repült át az Atlanti-óceán, de így, hogy alatt a magyar termék van, ami magyar fejlesztésű, magyar cég gyártotta, és magyar cégek álltak mellé az ügyben, ilyenre nem volt példa biztos még. Az utat nem úgy kell elképzelni, hogy a Pogányi reptéren felszáll a gép, és Amerikában landol, mondja Boros László. Ez egy bonyolultabb, ugye azért a repülőgépnek vannak korlátai, ugye a megtehető út az üzemanyag függvényében, bár most felszereltük egy póttankkal is, hogy minden esetőség legyen megoldás. Az időjárás függvényében 5-7 nap alatt fog kiérni a repülőgép, Belgiumban, Angliában, Izlandon, Grönlandon, Kanadában fog leszállni, tankolni, pihenni, és úgy fog megérkezni New York mellé Amerikába, az első állomása a gépnek. Egy tankkal 800 és 1000 kilométer közötti távolságot tud megtenni az időjárástól függően a kisgép. Ilyen szakaszokat teljesít majd a pilóta. Azért kellett póttankot betenni, mert Grönland és Kanada között egy 1300 kilométeres utat tesz meg a repülő. Az út megvalósítását helyi cégek és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara is támogatta. Egyfajta felelősség is a cégek közötti együttműködésben, hogy minél több olyan összefogás szerintem szükséges, ami itt is most megmutatkozott. Nagyon jó kezdeményezésnek gondoljuk egyébként, és ez volt az egyik fő ok, amiért mögé álltunk. És hát ahogy mondtam is, mi is egy innovatív cégnek gondoljuk magunkat, egy dinamikus cégnek, ahogy a Magnuszt is, és figyelemmel kísérjük, mint egyébként régi partnerünk a tevékenységét. A helyi cégek összefogását, támogatását emelte ki az iparkamara főtitkára is. Szakpolitika figyelme az nem, a mi véleményünk szerint nem fókuszál elég erőteljesen Baranya megye problémáira. Az, hogy még itt vagyunk, most itt pár cégvezetővel beszéltem, az nagyjából a cégeknek köszönhető. Tehát, hogy a megye még valamilyen módon talpon van, működik, az azoknak a cégeknek köszönhető, akik összefognak, akik foglalkoztatnak, adót fizetnek. Sokkal nagyobb figyelmet kell rájuk fordítanunk, a kamarának ez a legfontosabb feladata. Az óceán átrepülésének ötlete akkor született meg, mikor ez a típusú kis repülőgép engedélyt kapott az USA-ban arra, hogy vészhelyzeti kiképzést végezhetnek vele. Vagyis a kereskedelmi pilóták ezen gyakorolhatják azokat a helyzeteket, manővereket, amik előfordulhatnak a repülés közben. A pécsi repülőgépgyártó kisgépével ezt a mostaninál olcsóbban tehetik meg. Ezt teszi versenyképessé a gyártmány. Köszönjük!